Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, miként készíthetünk el egy legördülő menüt, pusztán HTML és CSS segítségével, minden nemű JavaScript kiegészítés hozzáadása nélkül. Röviden vázolom motivációnkat. Honlapunk esetében elérkezett az a pont, amikor indokoltá válik újabb menüpontok elhelyezése, melyek már túl sokan lennének ahhoz, hogy normál körülmények között elférjenek a menüben egymás mellett. Szerencsére ezek jelentős része csoportokba foglalható, így már kisebb számú csoportról beszélünk, amik már kényelmesen elférnek, valamint az azokba tartozó menüpontokról, melyek már csak akkor jelennek meg a kérdéses főmenü alatt, ha föléjük húzzuk az egeret. Lássuk, ez miként valósulhat meg. Itt látható a szóban forgó weblap. Egy klasszikus navigációs sávot tartalmaz, melyben a linkek egymás mellett helyezkednek el a menüs áv közepére igazítva. Az oldal további részeket is magában foglal, ezek viszont most nem relevánsak, kimondottan a menüre koncentrálunk. Kezdetben vegyük szemügyre ennek a HTML struktúráját. Ez egy tipikus navigációs szerkezet. Kívül egy nav, benne egy UL lista, amin belül pedig lista elemek tartalmazzák a linkeket, mint menüpontokat. Az ehhez kapcsolódó CSS kód sem rejteget túl sok újdonságot, azt azért érdemes megtárgyalni, mi miatt helyezkednek el a menüpontok egymás mellett, és nem egymás alatt, ráadásul középen. Hát ez a Lee elemek inline blokk tulajdonsága miatt van, azaz ők szövegközi blokkok. Az őket magában foglaló UL-nek a Text Align Center beállítása miatt pedig ezek, mint szöveges elemek, középre igazodnak. Ugorjunk is vissza a HTML-hez, hogy megalkossuk a több szintű link lista szerkezetét. Legyen változatos a menü, tegyük fel, hogy csak a témakörök, galéria és munkatársak pontok esetén szükséges a bővítés, a főoldal és a kapcsolatmenük maradnak eredeti formájukban. Mivel az almenü egy fő menüpont rész képezi, biztosan a Lee elemen belülre érdemes beilleszteni, és nem mondjuk két Lee közé. Az all linket tekinthetjük egyfajta címnek, amihez tartozik ez a belső linklista, tehát nem az on belülre írjuk a kódot, hanem közvetlenül utána. Kérdéses lehet egyébként, hogy megőrizzük-e a link kattinthatóságát, linkségét, ha nem, átírhatjuk őt mondjuk span címkéjűvé, ekkor persze alkalmazkodnia kell ehhez a CSS-ünknek is. Én most az egyszerűség kedvéért megőrzöm őt is linknek. Az almenü egy újabb menü lesz ezen a lista elemen belül, tehát a Lean belülre egy újabb belső UL-t határozunk meg. Ez egy teljesen valid megoldás HTML-ben, ilyet lehet csinálni, így épülnek fel a több szintű listák. Ezek ugyanúgy néznek ki, UL, benne leak, majd azokon belül a linkek az almenü menüpontjai. Gondosan ügyelek arra, hogy mindhárom almenü rendszer esetén más legyen a menüpontok száma, ugyanis ez is meghatározó szerepet játszik a megfelelő stílus kialakításában. A témakörökön belül mondjuk 4, a galériában 5, a munkatársaknál 3 linket helyezek el. Vessünk egy pillantást most a kinézetre. Hú, atya ég! Enyhén szólva kaotikus. A linkek látszólag össze-vissza vannak, de tulajdonképpen van bennük rendszer. A menük ugyanúgy egymás mellett vannak, csak a fő menüpontok akkora szélességet kaptak, amekkorát a bennük lévő almenüpontok egymás mellett megkövetelnek. Ami már nem fér ki, mint például a galéria, az lejjebb ugrik. Az is látható, hogy egységesen mindenki ugyanúgy néz ki, ugyanúgy viselkedik és színeződik el. A probléma forrása, akár csak a maga a megoldás, most már a CSS-ben keresendő. Az egymás melletti elhelyezkedés továbbra is a Lee elemek inline blokksága okozza, ami nem csak a fő, hanem az almenü elemeire is érvényes. Ezt nem is akarjuk módosítani, hiszen a legfelsőbb menüpontok elhelyezkedése ettől lesz megfelelő. Extra megkötésekre lesz szükség, kimondottan a navigáció listáin belüli listák elemeire vonatkozóan. Legyenek ők blokkok, amitől elvileg ismét egymás alá kell kerülniük. Ez meg is történt. Így már oszlopokat látunk, az eredeti felállásnak megfelelő 5 oszlopot, melyek tetején a fő menüpont helyezkedik el, alatta pedig némelyiknél sorakoznak annak alpontjai. Ezek az almenük viszont kitágítják az egész navigációs sávot. Valahogy függetleníteni kellene az almenüket képező listákat, hogy olyan legyen hatásuk a környezetre,
életre, mintha ott sem lennének. Első gondolatunk lehetne a float tulajdonság, ami épp ilyen hatásai miatt tud sokszor gondokat okozni. Most viszont csak annyit érünk el vele, hogy a fő menüpontok szépen ismét egy vonalba kerülnek, így függőlegesen, a navigációs sáv továbbra is hatalmas maradt. Egy másik lehetőség, hogy abszolút pozícionálást állítunk be a belső listának. Ekkor ők, kiszakadva környezetükből, szabadon terjeszkednek lefelé, ám ez semmilyen egyéb hatással nincs az őket tartalmazó elemekre. Mindenkinek magassága és szélessége marad az eredeti. A jobb láthatóság érdekében mondjuk előnyös lenne az almenüt alkotó listának is adni némi háttérszint, legyen ez ugyanaz, mint a navigációs sáv esetében. Ha jól megnézzük, most már minden ott van, ahol lennie kell, mégpedig úgy, ahogy azt szeretnénk. Már csak elrejteni és megjeleníteni kell az almenüket, az annak megfelelő módon. Az elrejtés nem túl bonyolult, a belső UL listákra azt mondjuk, hogy alapértelmezetten Display Known, azaz nem jelenik meg. Jöjjön akkor a megjelenítésük. Itt vélhetően egy hover kiegészítés jelenti majd az előrelépést, mit valahogy úgy kell megfogalmaznunk, hogy egy szülőelem fölé húzzuk az egeret, ami most a külső lista li eleme, melynek hatására egy azon belül lévő elemet teszünk láthatóbbá, ami a lin belüli UL. Azaz, a listán belüli lista elem, amely fölött az egér van, az azon belüli listára lesz érvényes. Így válik láthatóvá. Ekkor a lenyíló menünk lényegében már el is készült, megfelelően működik. Egyetlen extra és egyértelműen jogos igény merülhet fel, ha már lenyíló menü nyíljon le, méghozzá igényes, animált módon, és ne csak hirtelen megjelenjen, majd eltűnjön. Természetesen itt valahova transition fogunk beiktatni. A kérdés csak az, hogy kire vonatkozóan és milyen tulajdonságot fogunk átmenetesen változtatni. Az UL display-e esetén nem folytonos értéktartományról beszélünk, így erre a transition nem fog működni. Ami számszerű tulajdonság, például a magasság. Ez a magasság dolog nem is rossz irány. Gondolkodjunk inkább a li elemek magasságában, amit inkább tudunk meghatározni fixként. Először is megjegyzésé alakítom az UL display tulajdonságát váltogató részeket, nem törlöm ki, de azért úgymond inaktívvá teszem, hogy megjegyzésé alakítom. Legyen a lenyitás és a felcsukás a lista elemek magasságának változása, esetleg megfűszerezhetjük egy kis opacitás manipulációval is. Normál esetben a belső leak magassága és opacitásuk is nulla, szóval abszolút nem látszódnak és nem foglalnak helyet. Ismét rejtett almenükkel van dolgunk, csak most nem a display tulajdonság ennek a kulcsa. Amennyiben a leak fölé húzom az egeret, a benne lévő UL lista elemei 50 pixel magasra nőnek és teljes mértékben láthatóak lesznek. Esetleg legyen 60 pixel a listálem magasság, így még jobb. Ez még most sem animált, de már esélyünk van könnyen azzá tenni. Már csak annyi van hátra, hogy a normál Lee stílus definíciós blokját kibővítem egy transitionnel a height és opacity tulajdonságokra értendően. És már működik is, szépen le és felgördülnek az almenük. Esetleg végezetül még egy apró kiegészítés, hogy jobban elkülönüljenek az almenük linkjei a fentiektől, legyenek normális kisbetűsek. Azaz módosítjuk a text transform beállításait known-ra. De ez most valamiért nem akar működni. Mi okozza a gondot? Hogy a nagybetűs szedést a linkekre határoztuk meg, ennek felülbírálásához szintén a linkekre vonatkozó megkötést kell alkalmaznunk, tehát majdnem ugyanaz, csak a szelektor vége A. Így már ez is rendben van. El is készültünk a legördülő menüvel, remélem mindenkinek sikerült otthon is elsajátítani. Ha gondoljátok, extrázzátok tovább és kísérletezzetek még egy kicsit vele. Örültem, hogy velem tartottatok.